Put your flags up in the sky. Check it out. A mai napot azért szerveztük, mert azt gondoltam, hogy nem csak a tanár kollégáim, hanem a diákjaink is fogadókészek lesznek a FAR ernyőszervezet célkitűzéseinek elsajátításában vagy magáévá tételében. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy mi elítéljük az etnikai alapú megkülönböztetést. Hiszünk abban, hogy mindannyian egyformák vagyunk, és nem a származásunk az elsődleges, ami alapján meg kellene bennünket különböztetni, hanem a cselekedeteink. Úristen, az a zsidó nációnak, mekkorát faszolt már! Fejezzétek már be! De, igen, mász vissza a fára, banánszabáló! Ja, azt a nácit meg küldjétek már le a pályáról! Így nem lehet focit nézni. Én sem bírom, amikor a pályán ilyeneket mondanak róla. Azok a argentinok és azok a németek ugyanaz emberek, mint ti. A szevasztok. Ennek meg mi baja? Várjál, én azt hiszem megértettem. Ne bántsuk azért őket, mert más a nemzetiségük. Maximum azért, mert rosszul játszanak. Otthon is rengeteget beszélgettünk a húgaimmal is erről, meg itt is az iskolában, szintén ugye a színjátszókörben, aztán osztályfőnökünkkel is érintettük ezt a témát az előző szituációkból adódóan, mert azért bizony nálunk is megesett, hogy valaki nem gondolt bele abba tulajdonképpen, hogy mit mond, és azért meg kellett beszélni a dolgokat. Az én számból is el szokott néha hangozni olyan, amit tudom, hogy nem szabad, de én nagyon sokat beszélgettem erről a szüleimmel, és barátaimmal is egyaránt, hogy ez rossz. Mi szívet is elítéljük az erőszak minden formáját. A családban, a suliban és a focipályákon is. Elítélünk mindenféle diszkriminációt. Tiltakozunk a mai előítélre a nők pontosan azért, mivel az utóbbi időben megint azt lehet érezni Európában, hogy ez a fajta kirekesztés, negatív megbélyegzés felerősödik, így itt látjátok azokat a híres labdarúgókat, akik ebbe a kampányba bekapcsolódtak, és a nevüket, arcukat és a hitüket adták ahhoz, hogy elítéljék ezt, és azt gondolják, hogy mindannyian egyenlők vagyunk. Engem igazából a focis dolog lepett meg, hogy ennyire gonoszak az emberek, meg ennyire rasszisták egymással szemben, és hogy ezen tényleg változtatnunk kell valamit. Nagyon mélyen megérintett ez a videó, amit láthattunk a kémiateremben, mert tényleg borzalmas, amik történnek a világban, és tényleg meg kell próbálnunk ellene tenni, és harcolni ellene. Valljuk, hogy a világ attól szép, hogy mi színesek vagyunk, és különbözőségeinkben egyformák emberek. Ezért szerveztük ezt a mai napot, és az egész nap tulajdonképpen e körül a téma körül forog. A rajzpályázat eredménye következő különböző korcsoportonként. Egyben Oliver az didák 5. A osztályból, 3. helyezést kapott. Ferenci Ádám az 5. B osztályból, 2. helyezést kapott. Ennek a korcsoportnak a győztese Sipos Anna, 5. Én azt üzenném a többieknek, hogy ne ellenségeket, hanem barátokat szerezzünk. Fontosnak tartsuk az egyenjogúságot, és hogy ne ítéljünk el senkit a külső tulajdonságai miatt. Hogyha te látsz valakit, aki elítél mást, annak szólj, hogy ne csinálja ezt. Mert ő is egy ugyanolyan ember, mint a másik. Az én üzenetem az lenne, hogy ne ítéljünk el senkit, mert együtt szép a világ, és ha összedolgozunk, szerintem egy nagyon jó helyet lehet teremteni, ahol élvezet élni.